Várj, ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. A lelkész arról beszélt, az első karácsony előtt a menny közel jött a földhöz, Isten kijelentései pedig küldöttei az angyalok által megszaporodtak. Pénteknél Viszkeleti Márta kiemelte, Jézus ma is velünk van, és ebben az adventben is bennünket keres. Lélek által szeretne megszületni mindannyiunk életében és szívében, hisz az a célja, hogy őt hordozó emberek legyünk. A neve is azt jelenti szabadító, hiszen Isten azért küldte a fiát a világba, hogy mindannyiunk megváltója legyen. Bűneink miatt mindannyian elvesznénk, elkárhoznánk a földi világba. De Isten azt akarta, hogy mindannyian megmeneküljünk. Isten az ő végtelen szeretetéből küldte el az ő fiát hozzánk, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ma az első vasárnapon, adventi vasárnapunkon a hit gyertyáját fogjuk meggyújtani. Hiszünk-e mi az értünk eljött szabadító Krisztusba? Adjunk ma hálát, hogy a szabadító Jézust várjuk, aki azért született meg e világba, hogy aztán meghaljon értünk a Golgotán, hogy megszabadítson minket bűneinkből, és mindaz, aki hisz benne, legyen számára bűnbocsánat, kegyelem és örök élet. A gyertyagyújtás után Pap Gábor polgármester azt mondta, a közös adventi várakozás erősíti a város közösségét. Ezekben a nehéz időkben főleg, de ezeken az időkön kívül is a közösség összetartása, a közösség együtt gondolkodása, és magában a hit és a remény, a várakozás, az számunkra fontos. Így vezetjük a várost, így akarunk élni a városban, így akarjuk átadni a várost az utódjainknak ebben a szellemiségben. Ezt szeretnénk üzenni mind a városlakóknak, tehát mind magunk felé is, és kifelé is azok, akik Hévízre látogatnak, legyen azok külföldi, vagy adott esetben belföldi vendégek. Az első gyertya meggyújtása után a Szentlélek templom Ardens Ignis kórusa adott ünnepi műsort a Festetics téren.